Tegnap 3:10-kor a magyar közlönyben megjelent a kormány új távhőrendelete, amely néhány órával később már hatályba is lépett. Ennek értelmében az önkormányzatok mától nagyjából a 10-szeresét fogják fizetni az intézményeik távfűtéséért. Ha egy óvoda fűtése eddig egy évben 6 millió forint volt, akkor mostantól 60 millió forintba fog kerülni. Ez egy településen akár több 100 millió forintos többletkiadást is eredményezhet. Kazincbarcika polgármestereként Kazincbarcikáért, az Árnyék Kormány vidéki önkormányzatokért felelős tanácsadójaként viszont az összes magyar önkormányzatért aggódom. Már nem csak arról van szó, hogy ezzel a kormány bezáradhatja a legfontosabb szociális és gyermekeket ellátó önkormányzati intézményeket a térre, hanem arról is, hogy a mostani döntésével a fűtési szezon végére becsődöltetheti a magyar önkormányzatok 80-90%-át. Az Árnyék kormány szerint, ha a kormány nem kompenzálja az önkormányzatokat legalább akkora mértékben, hogy ugyanannyiért kapják a távfűtést, mint a lakosság, akkor a magyar önkormányzatok 80-90%-a még a fűtési szezon vége előtt fizetésképtelenné fog válni. A magyar önkormányzatok az elmúlt hetekben végrehajtottak minden olyan spórolást, amit épp ésszel el lehet képzelni. Nincs több tartalék, már nincs mind spórolni, az önkormányzatokat mostanra teljesen kivéreztették. Ebben a helyzetben döntött úgy a kormány, hogy a 10-szeresére növeli az árakat, ez pedig a halálos ítélettel egyenlő, a legtöbb önkormányzatra nézve. Ma minden városvezetőnek azt kell mérlegelnie, hogy vagy lekapcsol és bezár mindent, vagy csődbe fog menni a fűtési szezonban. Ha a kormány nem segít, az önkormányzatokon úgy bölcsödék, óvodák, szociális intézmények zárhatnak be, emellett létszámleépítések, elbocsájtások jöhetnek. Várjuk a kormány segítségét, mert ez nem normális. Ilyen sehol nincs Európában, csak nálunk Magyarországon.